ujjadra, amire leteszik, így, és akkor így. Ja, azt én nem tudtam. Én sem. Hogy van ez? Ja, úgy, azt mi nem úgy csináltuk. Akkor elrontottuk, Gergely, az egész. Így könnyebben, így könnyebben ja, forog. Mindenhogy mozog, mindenhogy mozog, így könnyebben mozog, de viszont az egy jó dolog. A kezé, aki újra kézbe veszi, az... És igen. Letisztítja. Meg nem letisztítás, nem feltöltés. Jó, te is hiszed, hogy ez működik. Lányok, fiúk, húzzátok ki magatokat. Egyébként, hogy kapjatok levegőt. Itt fortyog, igen. Megnézem. Hát nem olyan érdekes, de... De már vannak szárazok. De várjál, ez lehet, hogy majd jól jön anyának a csapatában, hogyha a házakat meg akarják modellezni, valamelyik házat meg is építettek belőle. Mert házakat is kell tervezni. Kis makett, vagy ilyen makettnek. Ki kell égetni a téglát, és akkor szuper lesz. Másfél deci bioetanol. És érezni a hőjét. Aha. Tehát, hogy egy kicsit több homok van, akkor még bele lehet tenni fél litert is. És nincs égés termék? Tehát nincs. Nem füstöl, nem nagyon, korma? Nagyon nulla károsan van. Aha. Vízpára az égés termék. Aha. Kíváncsi vagyok, meddig bírja. Hát, hogy meddig bírja égéssel? Hát ilyen rituálé. Lerakunk hármat, aztán berajzoljuk itt a kört. Igen, mert három, vagy mennyi homok van? Három, kétharmadig van. Ja, és leszáll a démon? Ha kiégetjük a szerves anyagot, igen. És megmérjük, de előtte meg lett mérve, akkor a súlya. Nem éget, nem tudom, hogy van-e ilyen kísérlet. Van olyan, hogy ez az izítási veszteség, úgy hívják. Ez az itongnál? Vagy? Nem, hát itong. Szoktak ilyet számolni, igen. Homokoknál, meg egyéb anyagoknál, tudod, hogy van egy cuccod, amiben van szerves anyag, és akkor azt addig hevíted, amíg el nem ég benne minden ja, szerves anyag, és megméred, meg és akkor megmarad a tiszta ásvány. Tehát a... Sose hallottam erről. Ez durva. Nem, aha. Szerintem ez csak a rituális izé miatt, vagy a látvány, vagy meg... Igen. Mert nem tudom, nem akarunk három kis tüzet rakni, hanem elég a három bödör. Há, nem értek ez. Nem szakítja szét egyébként, hát ez rajtatok múlik, igazából. Egy biztos. Hat sztori van, nem sztori, hideg van, igaz? Igen, tehát a tűz az mindenképp jó. Milyen sztori van? Tűz az mindenképp jó. Így. Csak hát egy kérdés az, hogy ha bent vagytok, akkor a tűz meg kint van, akkor ez így hogy lesz? Egy kávét valaki csináljon már a Ricsinek, mert... Kolbászhoz is tervezel, és felrúgod a vödröt, és akkor felgyullad a pajta, ez nem működik. De hogy van három vödrünk, amiben fogunk behozni nektek meleget, szóltok, tehát mindegyik csapatnak lesz egy ilyen melegítő cucca. Igazi hippidipi cucc, de egyébként működik. Igen, működik? Működik. Úgyhogy ez van, a másik pedig az, hogy a Pali is megosztja. Veletek szívesen, én is nagyon szívesen megosztom veletek egy kisebb, nagyobb szorít, vagy ezt áttehetjük, ha nagyon benne vagytok, áttehetjük volna reggelre is. Na, fa levelet, mi? Bújjunk a tízből. Igen, jó. Hallgassunk, sztori. Sztori? Mori. Halló, Réka. Hát, 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 nem az, hogy csendbe legyünk, hanem ez az, amikor valaki szeret. Ki akar sztorit? Akkor ez eldőlt, tudod? Egyelőre nem. De a kín még van. De... Csak keresztül. Hova?
előbb belemennénk abba, hogy kinek milyen kérdése van, majd a végén. Jó? Csak azért, mert biztosan a tervezésre egy csomó kérdés. Ha meg ezt csináljátok végig az előadás alatt, akkor nem fogtok fájni. Féka, megnyerted? Igen. Nézel nekem egy időt. A kiskert, az két és fél méter magas téglafallal van körbevéve. Teljesen. A Duna folyás iránya az arra, körülbelül egy olyan 400 méter a telektől, és tárolás ez. Uralkodó szélirány, mivel a Duna egy természetes szélcsatorna, az uralkodó szélirány az ugyancsak az a folyás irány, a Duna folyás irány. A minden irányban szomszédok. Ennél a szomszédnál egy ház magasságú ecet fa, és az volt a kérése a tulajdonosnak, hogy ezt a kertet nyilván nem tudja önellátóra, de szeretne belőle valamit kivenni, szeretné, hogy zöld legyen, mert kutyaszaros beton volt, vagy ilyen beton darabok voltak, téglák voltak, szeretném használni, szeretné, hogyha a ház része lenne. A házban van egy fatüzeléses kályha, ezért szeretné, hogyha nem is tudja az egész szezonra tárolni a fát, de valamennyit tudjon tárolni. A kerthez szükséges lesznek szerszámok, ezért szeretné a szerszámokat is tárolni, és valahol szeretne kívülni árnyékos helyen, hogyha a családjával evéddel vacsorázik, vagy reggelizik, de szeretne egy olyan helyet is, ahol viszont a reggeli kávéját meg tudja úgy inni, hogy napsütésbe vagy abban a szűrt fényben. Úgyhogy először is azóta, miután fölmértem a területet, hogy az első szembető az volt, a tájolásban adódóan, hogy itt van ez az ecetfa, ami nagyon beárnyékolja a udvart. Ezért készítettem egy árnyékolási térképet, egy megvalósulási térképet, egy jelenlegi térképet, és átballogtunk a szomszédhoz, és megmutattam neki, és elmondtam neki, hogy nézze, az van, hogy jelen pillanatban ez az ecetfa, ez beárnyékolja az udvart. Viszont ki lett mérve, hogyha alsó ágakat visszavágunk, akkor tudjuk növelni a besütési órák számát erre a területre, tehát legyen szíves, engedélyezze azt, hogy a fából az alsó ágakat visszavágjuk. Hát akkor nem akart belemenni, csak azt mondta, hogy ezt az oldalt vágjuk meg, de ugye akkor nagyon féloldalas lenne a fa, és mivel hogy körbe volt éve épületekkel, ezért veszélyes vihardás esetén később ugye kidőlhetett volna, akkor egy veszélyes fa lett volna, és azt akkor viszont neki kell kivágatni. Úgyhogy így volt egy kis párbeszéd, ami annyira nem tetszett neki, de végül is valamennyit beleegyezett, ugye sikerült vele azt elérni, hogy alsó ágokat visszavágtunk valamennyit, a felőlünk ágogó ágokból többet, és így a besütési szögeket, azokat meg tudtuk változtatni. A következő lépés az volt, hogy ugye szerettek volna egy olyan kis fészert, meg egy olyan kis kiülőt, ezt úgy döntöttünk, hogy itt ez a hátsó részen lesz, tehát ez ugye 12 méter, ez meg durván 6 méter volt. Úgyhogy itt egy olyan két és fél méterre. Építettünk egy fából egy ilyen kis fészer, ami zárt, ez zárt lett. Ez volt a szerszámos, ide pedig ki tudta ülni, ez egy fedett volt a terület. A következő pedig ugye akart egy olyan helyet, ahol a reggeli kávéját megivatja, a kiárat kétszárnyi ajtó volt. Erről is ismeritek, ugye? Az ajtók befelé nyílnak, kétszárnyi ajtók. Mind a két ajtót szerette volna nyáron használni. Ezért ide készült egy kis terasz, amit mind a két irányban meg tudott közelíteni.
és erre ide pedig egy kis hangulatos lépcsőhöz lehessen menni. A következő fix, amit szeretett volna, az pedig az, hogy a pályát, a téli pályát szerette volna távolni valahol, ezért a bejárathoz közel ide készült egy határoló, és ezt a kis sarkot ugyancsak le lett zárva, és a kerti locsoló tömlő, a szemetes kuka ebbe a kis tárolóba lett elhelyezve. Most ezek voltak azok amik így épültek, és akkor a következő lépés az volt, hogy mégis valami hangulatot kéne teremteni ebbe a kertbe, és minél több zöldet, és minél, amit csak lehet így, úgyhogy így elegettem a fantáziámat, és amennyit csak tudtam, megpróbáltam letolni a torkán, hogy ezt valósítsuk meg. A elképzelés az volt, hogy készülnek ide ültettünk egy kis almafát, mint a család választott ki. Éva volt a neve, és az első évben hozott kis alma. Ide, erről a két, ide is raktunk egy pici ágyást, elnézést ide is, bocsánat. Ide pedig szőlőt ültettünk, ami később ezt a fal felületet és esetleg a házat, azt befutja. Egyébként volt a házon vadszőlő, amit ez a Szentendő végigmentek sokat. Látok. Nagyon nehéz kiirtani, de úgy gondoltam, hogy a nemes szőlő és a vadszőlő majd versenyhelyzetet fog teremteni. Most, hogy milyen kerítés van, lehet, hogy nem maradtam? 2,5 méteres tégla. Le volt kapolva. Itt lett a komposzt, hogy a napsütés ne érje folyamatosan. Ide egy kis grillező készült, tényleg egy kicsi kis grillező, és nem látszik itt a komposzt mellé egy kis grillisza komposzt tervezve, amivel komposzt el tudnak előállítani. Az ágyások mellett mindenhol termőföldet voltak. Volt, ahol volt, csak frissíteni kellett, és ilyen alaptalan kövekből készültek el a kis kerti kifelők. És fűvel és vadvirágokkal lett a köztes rész bevetve. Én próbáltam, mert már próbáltam úgy tervezni, hogy a virágozási időszak minél hosszabb legyen. Több éve kevésbé sikerült, most már azért jobban sikerülne, de azért virágos lett a végeredmény. Ez a két ágyás, ez paradicsomágyás lett. Van egy olyan technika, hogy egy láda, húsos láda, egy másik húsos láda, a húsos, felső húsos láda ki kell vágni, bele kell ragasztani egy virágos cserepet, műanyagot, és ez föl lett töltve földdel, bele a cserépbe, és van két cső, az egyik, amely úszó mutatja, hogy ebben mennyi víz van, és van egy másik cső, amivel ezt föl lehet tölteni a talpát. És akkor ebbe be lehet ültetve a paradicsom, fával körbe lehet véve, hogy ne látszódjon, hogy műanyag. És a paradicsom nagyon szerette a vizet, tehát folyamatosan csak ide kellett tölteni, és akkor így elég szépen állt a paradicsomban.
Magyarországban láttam, onnan loptam, nyilván friss voltam az élmény, ezért próbáltam mindent bele, közben a mentorom azért kommunikáltam, hogy mégis miket lehetne még, ezért a következő az volt, hogy a téglak tetejére ládák kerültek, ilyen fém béléssel, és oda is növényeket ültettek. Erre a falra, ami eléggé napsütött, igen? Csak, hogy a faládák fémbéléssel? Igen. És akkor ne folyjon ki a víz. De hogy akkor azt öntözni kellett. Igen. De melyik volt a két csatorna? Ja, ott van a csatorna. Okay. Igen. Hogy azt mondom, azt megint a csatorna. Tehát ezekbe is növény került. Erre a fal felületre pedig van egy ilyen zsebes rendszer, amikor van egy hátsó műanyag fal, van egy háló, egy fémháló, a fémháló mögött van egy műanyag, ami szigeteli a faltól, elszigeteli majd a vizes felületet, és ebbe be kell, így be lehet így a filcből be lehet így fonni a fotokat, igen, így kell, tehát itt be kell fonni a filcet, és ezeket a részeket ki lehet tölteni földdel, és akkor ezen a fal felülben egy növényfal lesz végül is. A vizet innen, ami gyűlt víz, itt volt egy tartály, közvetlenül a helyezve egy tartály, ez a tartály, hogy megkelt vízzel, innen locsolva voltak ezek, amikor a túlfolyó pedig locsolta ezeket a falon lévő zsebeket. Nyilván, hogy akkor nem esett az eső, akkor ezt ki kellett egészíteni, de mégis így valamennyire a csapadékvizet tudtuk csapolni, ezt meg tudtuk menteni. Következő zöld felület, az pedig a tetőre. Tehát egy zöld tető készült, ahol a varjúhály, tehát pozsgások kerültek. Ez a zöld tető úgy lett elkészítve, hogy innen ott volt egy följáró, tehát hogy farban lehessen tartani. Készült két sínrendszer, ide lett két sínrakva, amelyeken kerekeken gurult egy ilyen alap, és ezt lehetett kötélvel oda lehetett húzni a feljáróhoz, és hogyha valaki, és amikor fölment valaki, és ott szeretett volna gyomolni, vagy bármit, akkor nem a tető terhetés széttaposta, hanem erre ráült, és szépen így tologatta magát, és ki tudott minden szedni, tehát így zöldet a tető. Hát ennek a locsolása az utána egy locsolórendszer, tehát a hálózatról, de locsolórendszerrel ilyen kis kicserülkkel megoldva, hogy az rendesen működjön, de ez volt a lényeg, hogy ne tapossuk szét azt a kicsit is. Nem lehetett túl súlyos, túl sok földet fölvinni, de akkor is méretezni kellett, mert ugye zöldetőnél nagyon fontos, hogy maga a tető súlya, a föld, a vizes föld, a hó, ami esetre rámegy, az a vizes hó és még a szélterhel is. Tehát így kell számolni mindennel, hogyha egy tetőnek ki akarjátok számolni azt, hogy mennyit bír. Jó? Tehát ez nagyon, mindig nagyon statikailag is kell számolni. Nem lehetetek hozzá, hogy be kell írni segítséget, hogy mégis mi legyen az, amit építetek. Tehát tök hangulatos, hogy jó a zöldtető, de iszonyatos mennyiségű fa kell sokszor bele ahhoz, hogy tényleg az jól működjön. Volt még egy trükk, az, hogy ez a kis fatároló nem tudott eltárolni annyi fát, ami neki kellett, de ez a kiülőt, mivel télen nem használtam, ezért ez télen teleradtuk fával, úgyhogy ez is fatároló lett, és mire kiürült, nyára, addigra már nem volt fűtés szezon, nem volt fa, akkor utána megint elegendő volt ez. Az építés alatt nagyon szép volt így a terv, meg minden az elgondolás, és az építés alatt, miközben itt a kipegőket raktuk le, itt egyszer csak elült egy vaslemez. Hát azt hittük, hogy valaki ott tüzet rakott régebben, fölvettem a vaslemezt, és egy betonaknára találtunk, ami 2 méter magas volt. Úgyhogy ez így már a majdnem készített a tér, a föld, akkor derült föl. Úgyhogy akkor
na akkor ezzel mi legyen. Úgyhogy ez jelen pillanatban még nincsen kitalálva, tárolásra van használva, de már van az arról is gondolk, hogy meg lesz nyitva a teteje és egy kis kertító, de gondoltunk arra is, hogy gombát lehet benne tárolni, de egy biztos vizet lehet benne tartani. Úgyhogy ez lesz a következő, de ez egy nagy meglepetés volt. Viszont azzal, hogy ezt az aknát megtaláltuk, az a körülbelül a teljes háznak és az udvarnak mindennek az értéke körülbelül legalább 3-4 millió forint azonnal ugrott, mert hogy egy ilyen aknát most ott megcsinálni, úgyhogy a házon keresztül lehet csak mindent behozni, az ilyen összegbe kerülne alapának. Tehát, hogyha annak ezt az értéket így meg tudjuk tartani, és utána tudjuk hasznosítani, kertó, vagy bármi, ami a kajáknak és a háznak a hasznára fog válni, akkor azt még lehet. De az, hogy csak egy vastlemez volt rajta, és nem tudtuk, az nem ért semmi. De ezen volt egy felület, egy vékony? Igen, volt rajta. Volt egy vékony felület? Volt, hát egy olyan 10-15 nem nagyon használták ezt az udvart. Tehát amikor megvették, akkor utána is volt egy ilyen romos kis hátsó sarokban valami épület, ilyen beton kockák voltak, kutyát tartottak, szóval úgy eléggé süralmas volt, ahogy kinézett. Egyébként pont egy kicsit, nem is ilyen alapja volt, egy nagyon kicsit más volt, de ez volt a lényeg, és még egy nagyon fontos volt, hogy ezek az ágyások, ezek a napsütés irányába teraszosak lettek. Mivel ez? Tehát azt jelenti, hogy ez volt a legmagasabb, ezek alacsonyabb volt, és ez volt a legalacsonyabb. Ez is magas volt, ezek a legalacsonyabb. Legalulra kerültek a magas növési növények, középre a középnövések, fölülre az alacsony növések. Így, ha itt megnőtt, hogy ide lefut volna magasat, akkor az árnyékolta volna ezt a hátsó részt. Így viszont egyszerre nőttek, tehát a növények egy magasnak látszottak, viszont teljesen kapták a fényt. A hátsó részek itt egyetlen lukak lettek kurva, de geotextilre terít, és akkor oda még ezeket is tudtunk belőle. Úgyhogy 12 méterre 6 méteres volt, és így a családnak tényleg nagyon örömére volt, tehát nagyon sok minden. Sokszor reggeliztek belőle, aztán később most már fogolták is, tudtak bele, tehát hogy így elkezdték használni, kezdtek bele tanulni, és ennyi rövidebb idő. Kérdés esetleg? Ide? Hát elég csak földre taptam bele. Rájuk bíztam, de tűzszereket tettük be. Ha mit csinálnál másik? Hát, még hogy tudom, hogy itt van ez az akna. Megnyitnám a tetejét, leszületelni, és kert egy kis tertítóval közül. Ez az nagyon fontos, mert van egy mennyi, két méter még, és mindenki kezelén van szeretőség gondolni. Tehát még ők nem, de egy extra kis helyen már balakat is lehet nevelni. Hát, hogyha tavasszal megveszi a nyivadékot, akkor ősszel pontyokat tudna levelni. És akkor még jobban meg tudom, hogy lehet tárgyalni. Valójában nem nagyon gondolkoztam rajta, hogy mit csinálnék most így másképp. Én inkább azt mondom, hogy egy kicsit jobban anyagokat használnék. Tehát egy kicsit hosszabb távú lenne, mert hogy akkor azért elég szűk volt mondjuk a matek is, de működik. Működik még annyi, hogy a csapadékvíz tárolást és a csapadékvíznek a megtartását, arra több energiát fektetnék, hogy kevesebb legyen a hálózat. Tehát az a biztonság, ami felé szoktunk menni, az valahogy jobban megmutatkozzon. Költsége ennek a projektnek körülbelül mennyi volt? Hát ez mondjuk egy ilyen 4-5 éves ház, de akkor az árakon
ezt bontott építőanyagból készítettük, ez körülbelül ez volt a bontott gerendában, mindenféle, ez körülbelül volt 300 ezer forint, egy ajtó volt a nagyon drága, mert egy nagyon szép belvárosi ajtót tudtunk rátenni. Ez 250 volt, minden esetben, hát durván 1,5 millió forint volt. De nagyon-nagyon sok bontott építőanyagot vettünk, az utcán megállítottam a húsos, hogy van egy ládája, 2000 forint kirakott egy ládát, szóval így, hát amit így az élet szokott súgni, ezeket így össze megvolt, ami azért, hogy megvolt, ezeket a tipegőket, ezeket megint csak ilyen bontott építőanyag telepen, ahol a sarokban ott volt, 500 forintért darabja odaadták, a másik ilyen 4000 forint lenne darabja, szóval hogy így össze lehetett szeregetni mindent. Itt volt egy alnak. Itt meg kétször. Ez annyira azért beárnyékolt, és ha illetettük volna, még jobban árnyékoltam volna. Ezért, hogy ez a fal, ez itt minden, már a szomszédot árnyékom, de neki itt egy épülete volt, tehát nem nagyon izgatta, hogy mi fog történni. Ezért ide telepítem minden. Hát biztos, hogy lehetne még, de szerette volna azért, hogy társak kertjék, szóval, hogy így, azért voltak elvárások, és egy kívánságok. Egyébként tele lehetne rakni fával. És ezek dombágyások, illetve hogy a Duna felé ott... Ezek nem dombok voltak, hanem ilyen fogerendából kis kockák össze voltak különböző magasságra, ácskocsa belül össze voltak rakva, és akkor válaszfalnak. A válasz, elválasztások, azok pedig geotex vastag, nem geotex, terfé, az olyan a geotex, csak vastagabb. Azzal elválasztva, a belsője pedig a dörkellemez megvan, egy ilyen bütykös műanyag lemez, ezt részigetedésre használják, azzal ki lett az egész bérelve, hogy hosszabb legyen az árnyás falának az őrtra. Tehát például ezek fenyőből készültek, most már azért akácsal csinálnám, és akkor egy hosszabb élet tartani. De így is a vörös fenyő, tehát a bontott vérvörös fenyő, tehát az is fogja bírni sokáig, vagy jó darabig, de az akács az jó. És a látszók van az hogy kell elképzelni, hogy a Duna belőli 6 méteres. Ez egy nyitott, innen be lehetett menni. És a ez pedig egy ajtó, volt egy ajtó, hátsó van, az tégla. Az egész tényleg van. És a folyás irányakról mi az? Játszott bármilyen szerepet? Mert ezt valamiért... Uralkodó szélirány. A Duna az egy természetes szélcsatorna. Tehát bárhol a Dunához közel vagyunk, a Duna egy természetes szélcsatorna, és ugye attól függ, hogy milyen ok a terep, de van egy behúzása. Ez fontos, és lehet is látni, hogy a ködös időben a Duna fölött végig köd van. Tehát az áramló levegő, az mindig húzza fel a vizet. Tehát ugye nagyon. Tehát tervezésre nagyobb vízfelületeket számításba veszünk, azért is hajlottam fel, hogy lássátok. Kérdés, hogy valami déjà vu vagy egy valami az nem volt itt terpen, vagy valami mini kis vízfelület, vagy ez nem volt terpen. Én mondtam neki, hogy legyen, de nem, és akkor amikor ment ez a igen, nem, hogy legyen, akkor kiderült, hogy lesz ez. És akkor ugye leültünk gondolkozni, és akkor most hogy legyen. Megvan a treasure box. Igen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt meg lesz itt a teteje, nem pont így, hanem meg lesz itt a teteje. Föl lehet rá húzni valamilyen formát, de ott lesz alatt, ott már eleve egy 2 méter mély paknak. Tehát ott
Gyönyörű szépen, nagyon sok. Ugye mi viszonylag friss lakók vagyunk itt. Megnézegettem már. Igen, nincs ennyire feltérképezve. Most azt a nagyházastat mondod? Az is most már. Az is? Legjobb tudomásom szerint ez valami térképen néztük, de még mi se térképeztük föl teljesen. Van néhány ilyen derítő, talán ezt úgy hívják derítő, vagy nem szikra. Nem szikra. Igen, az egy másik sztori, mert azt most építettük. Igen. Tehát... Nem, derítőből, bocsánat, van itt egy hátul, ami ennek tulajdonképpen valószínűleg itt az istálló körüli vizét raktározta, de így ömlesz a mindent. És mi ezt annyiban módosítottuk, hogy megcsináltuk ezt a kis tusoló részt, hogy legjobb tudomásom szerint abba a derítőbe megy a fekete, fekália, vagy nem tudom, hogy hívják ezt hivatalosan, és a szürke víz, pedig a tusolónak pedig csináltunk, ez inkább csak egy szikasztó, azt hiszem, talán ez a szikasztó kifejezés, amikor így kavics meg geotextillel, mert akkor azt építettünk ide. És ezen kívül a tusoló alatt szintén van egy, talán az is a szikkasztó kifejezés, a jó kifejezés, igen. De az már úgy van megalkotva, ami most bizonyosodott, hogy nem lett jó teljesen, hogy abból az már be van csatornázva, csak az, hogy ki kell nagyobbra csinálni az átmérőjét a PVC csőnek. Hogy azt idővel már úgy szeretnénk megcsinálni akár jövőre, csak most egyrészt pénzhiány, meg időhiány is volt, meg ugye az a fajta kvázi bizonytalanság, hogy akkor mit tudunk betenni, de most úgy tudjuk, hogy hosszú távon tervezünk. Szóval az a terv, hogy ezt a tusoló szürke vizet is, ami ugye meglátjuk, hogy mennyire sűrűn lesz használva, mert alapvetően azért az nyilván inkább tavasztól őszig, bár abszolút megengedve a dolgot, hogy ez egy full egész éves működés legyen, nyilván akkor már szigetelés, meg fűtés, meg egy csomó mindent is gondolva. Szóval, hogy mindkettőnek a vize menjen el ebbe a szikkasztóba, és onnan pedig megfelelően megszűrve esővíztározónak kiválóan alkalmas, azzal valószínűleg egyébként rágyatárolónak épített, vagy nem tudom, mind lehetett annak az eredeti funkciója. Azt egy kicsikét föl kell pimpelni nyilván, és ez a szándék vele, tehát csak azért mondom most, félig meddig a kérdésedre válaszolok, félig meddig már terveket mondom, de nyilván ez nem is baj. Szóval ezen kívül úgy tudom, hogy a nagyházak is van egy ilyen ehhez hasonló 30 köbméteres derítője, igen, köszönöm. És talán még a hátsóhoz is valahol tartozik valami kisebb, ezt nem sikerült feltérképezni, mert láttunk rajzokat, de aztán igen, ott is van, aztán, hogy talán ott is van egy kisebb, tehát hogy három van, és jelen állás szerint, tehát amit még korábbi az ömleszve ment, mi már itt elkezdtük akkor a különválasztást, legalább ilyen mélységig, és nyilván az a szándék, hogy akkor a többieknél is esetleg így próbáljuk megoldani, tehát hogy ahol a szürke víz, akkor az a szürke víz, tehát valahogy különválasztani, és azt külön szikkasztani. Mekkora a nagyháznak az alapterülete, illetve jelenleg mi van benne? Hány szoba, milyen terek? Egyébként ez egy csajokkal megbeszélem ezt. Nyilván, de én a magam részéről tökre örülnék neki, hogy a holnap kerítenénk a felsort, hogy egy ilyen kis gyors végszaladás, de azért nagyjából el tudom mondani. Azt hiszem, hogy 460 körül a négyzetméter, de ez az össz. Az alapterület az durvának kicsit több, mint a fele lehet, olyan 250 környéke, vagy valami ilyesmi. Bazi nagy terek, de azért mondom, hogy lesz arra mód szerintem majd megnézni. Alapvetően most úgy van, hogy van egy lenti nagy tér, egy körülbelül kicsit nagyobb a nappali, mint ez a kertfot ott Szentendrén. Tehát a 81 néhány négyzetméteres bazi nagy nappali, ami tök jó lehet ilyen közösségi tér, meg ilyesminek akár, vagy egy csomó minden terv van elképzelés. Nyilván szintén egy nagy, tehát elég igényesen van megépítve ez a ház, de azért 90-es évek eleje, tehát ez egy csomó minden nyilván meg nem ilyen megfontolásból, meg elég jól létbe készült, tehát hogy itt nem volt szempont, azt gondolom a gazdaságosság, meg a fenntarthatóság, meg az ilyesmi. Na mindegy, szóval ez valami is van egy, jó, csak azért mondom, hogy lehetőségek tárháza végtelen, de hogy most kell sok mindenbe belenyúlni, az biztos. A Bali már látta, van például egy olyan nem kazán, ahol tüzet raksz. Ami valószínűleg ilyen abszolút működésképtelen, tehát egy egyenes kémény van. Tehát mindegy, szóval nem alkalmas, inkább dísz célt szolgál. De ez van lent, van egy közös ilyen mosókonyahelység, egy elég nagy garázs,
pincelejáró, a gyereknek pincével, szintén kb. Harmada talán alá van pincéz, a negyede, harmada, negyede, tehát olyan 80-100 négyzetmétert a pince is. Egy nagy konyha és egy mosdó, és aztán két külön lépcsőházból lehet fölmenni a háznak a két külön részére. Az egyik egy négy szobás, plusz egy bazin, egy fürdős rész, a másik meg egy két szobás, meg egy ilyen kisebb fürdős. Tehát ennyi az alapvetés. És egyébként nem tudom, nem vagyok, ki folyik belőle egy dolog, nem? Mert az még az jó. Jó. A nagyságrendi elképzelés az elég sok, tehát elég sok vonal van. Az elsődleges az az, hogy valóban ilyen elvonulások, workshopok, ez az amaz. De akár megengedve azt is, hogy önálló házként, vagy házkészrészként kiadva, csak simán ilyen, ez az Airbnb jelleggel. Felmerült az, hogy bazinagy, és abszolút meg lehet csinálni viszonylag gazdaságosan, hogy mondjuk ebből a bazinagyból kettő vagy akár három tök különállót, kvázi, mint egy lépcsőházat betudtad, voltak is erre tervek. Kérdés, ezt is meg kell vizsgálni, hogy attól függ, hogy milyen irányba megyünk, minek van nagyobb jelentősége, vagy hozama, így van, mert nyilván a külön választás, az a felfűthetősége minden szempontból gazdaságosabb, és a külön való kiadás szempontjából is, főleg ha egymással megférőek ezek a történetek. Ugyanakkor meg nyilván megint csak tervezés kérdése, hogy kvázi egy mozdulattal egyben nyitható, akár egy tolóajtóval, zárható tolóajtóval, tehát ha mégis egy közösség szeretné használni és nem szeretne elkülönülni annyira, akkor meg az is megoldható. Mert tehát két vagy akár három lakás is kialakítható. A célok területe, arról tudtok-e mondani? Hát nagyságrendileg így körülbelül szemre, mivel az a 8 hektár körül van, és annak a bő harmada szűk felett, tehát a három. Hát igen, a véleti szerződés az egy eléggé, már többen mondták, hogy azért egy városi naív gyerekek kétszer beleszaladtunk. Az volt az alapdílünk, korábban is csinálta itt az előző tulajnál, de nagyjából rá volt hagyva. Itt a hasznosítását a területnek egy gazda, ahol az volt a díl nagyjából, hogy ő lekaszálja és övé a termény. Ami néha egyébként körülbelül dílbe is van, azért ha a mostani idei termést nézem, akkor ahhoz képest kicsit szerintem ő járt jobban. Lejött 41 néhány bára, tehát egy félmillió forintnyi érték lejött erről, és szerintem a munka, amit hogyha mi megbízóként adtuk, például bőfele lett volna 2-300, nem tudom. De mindegy, ezzel nem is akarunk, hanem még a dealnek a része volt, mert nekünk fontos volt, hogy a fesztiválra rendben legyen is lekaszálja. És a dealnek a része volt, hogy akkor egy pár, akkor ezt megcsinálja, használja, cserébe lekaszálja nekünk, tehát gyakorlatilag. És akkor még megkapta ezt a fél részt is cirokra, ami onnan 3-4 hektár. Ő szeretne tovább menni ezzel, de azt szinte biztos, hogy aztán jeleztük, hogy valószínűleg ezen tervezzem, mert hogy sok más elképzelésünk van. Még ha kinemültetek volna, akkor is lett volna, hogy meg valószínűleg négyszer annyi lesz, úgyhogy. Úgyhogy magyarul szóbeli megállapodás van, és még arról volt, hogy most még ősszel egy őszivetést csinál, amit akkor tavasszal, de lehet, hogy akkor azt is lehúzzuk, mert ez nem volt még konkrétan megállapodva, őszig beszéltük meg, és valószínűleg lesz annak jobb helye. Tehát, van szabad mozgásunk, lesz egy kis, maximum egy kis ilyen orrfelhúzás vagy ilyesmi, de nem köt minket semmi, még adott szó sem, mert hogy azt mondtuk, hogy őszig, és akkor nézzük meg, utána meglátjuk, hogy hogyan tovább. És azt gondolom, hogy mi. Én csak gyanítom, hogy igen. Tehát nem az a biogazda féle. Úgy tudom, és ezt meg tudjuk nézni a tulajdoni lapon, de legjobb tudomásom szerint körülbelül nagyságrendileg így van 8-9 hektár, ahol vagyunk arra a túlszél. És ez is közel annyi, inkább kicsit alatta van talán a 82. Ezek szántó legelő, vagy nem tudom, ez ugyanaz a kategória, vagy van szántó is, vagy legelő is. Nem, bocsánat, nem, bocsánat, igen, ezt tudom, hogy külön. Azt hiszem legelő, vagy mező, valami ilyesmi. Tehát ez a 50-80 ezer között per hektár per év. A támogatás. Igen. És ez a belső rész, akkor itt... Ja, hát jó, de itt. Ez nem az. Nem az, de... Igen. És ez a belső rész, amin nagyjából itt ti is legtöbbet vagytok, majd mi is legtöbbet vagyunk. Körülbelül úgy lehetne így képzelni nagyságrendileg a... Igen, ez nagyon másik. Ott lesz, látta, megismerem. Szóval az körülbelül az a kerítés, amit mi amúgy húztunk itt a hátsó terület meg a ház között. És onnantól tart ez az egész belső rész, így az akászosig. Ez pedig művelésből kivont lakóingatlan talán, vagy nem tudom, hogy pontosan minek van. De ez művelésből kivont minden esetre. Aki tudná. Mi is csak így sejtettük, srácra, jó az innen, arra, mert valószínűleg valahol itt megy a kábel.
De nem tudjuk pontosan, igen. És a kultúriában nem. Az igen. A kultvíz az nem. Azt nem tudom egyébként úgy kell bevizsgálni, hogy mi vihetünk ebből mintát? Tehát én beviszem a kis lőttös üvegembe, vagy? Tehát nem az van, hogy ki kell jönni. Nem. Ja, ők akkor kell. Mint a egy, aha, hogy a steril legyen, és azt hiszed. De ha sikor petpalakot beviszed, azt tudja. Csak azt nem használhatunk fel arra, hogy hivatalosan bevizsgál. Tehát, hogyha azt mondom, hogy fesztiválként, ivóvízként akarom, akkor ő nekik kell kijönni hivatalosan is. Ittuk is tök finom volt, és baj esett senkinek. Tehát valószínűleg oké is. Nem, ez oké, csak hogy ide találni. Itt is semmiképpen nem. Későbbiekben ebben gondolkodsz, hogy mindegyik rendezvényen általában tavalyi PDC-n is az volt, hogy necces volt, elég magasan volt a vízszín, nem volt vezetékes, és akkor a tűzoltóságtól hoztuk ki az ivóvizet. Azért, mert bármilyen betegség akkor, de nem most igen. Akkor ötébb ötébb. Kapozmodika, meg ilyenek, rá fogják, hogy azért, és akkor. Nem is volt ilyen szándék. Nyilván a kultúrás az mindenképpen. Gyakorlatilag a helyben való reciklálás, és ezeket a kupakot így, mi így gyűjtögettük össze, és magunk, tehát, de megvan mindennek a know-how-ja fenn az interneten, hogy saját ilyen magunk vágattunk ki, meg lézerből megcsináltattuk az alkatrészt, és raktunk össze saját ilyen darálót, és akkor ahhoz pedig most az első, legelső, de hát ez amit mondok, hogy már nagyon ismerősen haladi térek óta, az ilyen handpen tartó kampó tulajdonképpen, amit megcsináltuk hozzá a sablonfémből, és akkor gyakorlatilag azonnal újra hasznosítva, itt van a handpen tartó kupak, vagy a handpen tartó állványra akasztó kupakból, illetve ez volt idén a terv a fesztiválra, és jövőre biztos, hogy megcsináljuk. Megvannak szintén a tervek, csak még nem jutottunk el odáig, hogy olyan sablon műanyag pohár. Tehát, hogy az lesz a fesztivál pohár, és ez akár nem csak a fesztivált kell, hogy szolgáljon, bárhol másra is, csak tök jó pofa, hogy figyelj, az a helyzet, nem is kell hozod magad, de csak hozd el a két havi kupakodat, berakod, de faszá, és akkor kijön ott a fesztivál kupak, és tényleg helyben van, tehát hogy tényleg látjuk az útját. Az operencia koncert, hogy azt a kurva, igen, ez ugye, tehát, hogy vannak ilyen szép dolgok, meg minden, de ugyanakkor meg azért terhes is, amikor ennyire saját intim életedben van egy folyamatos zajlás, és tök jó, hogy egy fesztivál, és egy hétig tart, vagy két hétig, de azért nehéz úgy csinálni, hogy ezt teljesen beintegrálni, de én azt gondolom, és az a szándékunk tervünk, amit beszéltünk is, hogy egy kicsikét elkülönülni valahogy, és ha ez megvalósul, akkor akár sőt, ettől függetlenül is mindenképp az a terv, hogy több rendezvénybe gondolkodunk, de mondjuk 1-2-3 maximum ilyen nagy, ilyen 3-6-800 fős. Tehát, hogy tényleg önmagunk meg a környezetünk miatt is, hogy ne daráljuk-e teljesen. Amúgy meg a másik oldalról, ha jól tudjuk csinálni, akkor az a terv, hogy alapvetően egész évben folyamatosan tudjon fogadni, mondom, akár ilyen program jelleggel, tehát akár egy ilyesmi közösség, egy ilyesmi program, akár zenei, vagy bármilyen más művészeti workshopnak helyet tudjon adni, ami mondjuk ilyen 20 kötőjel 50-60-80 ember, akár full non-stop élen járnak. Saját terület, saját megvétel, és nyilván egymás segítve lehet azért építkezésbe ebben segíteni, de mindenki saját tulajdon. És valószínűleg úgy, hogy ilyen lépcsősen. Tehát mondjuk akár én ezt, amit mondtam az első nap, és mindenkit biztatok, főleg egy ilyen közösségben, ahol tényleg tök lenne, hogyha nagyjából, mit tudom én, mindenki másfél kilométeres körzeten belül lakna. Én nagyon boldog lennék, hogy ilyen szomszédságban élhetek. Szóval, hogy vásároljatok a környéken itt ingatlanokat, mert hogy meg fogja érni, valószínűleg föl fog menni az értéke. Tehát egész kis ilyen parasztháztól a Szőlőhegyen, bármilyen pár százezertől, és a barátoknak is ezt javasoljuk. És meglátjuk, hogy onnan esetleg szükséges-e, van-e rá igény, akár a barát, vagy az ismerős, vagy bárki részéről, meg megoldható is, hogy onnan egyel beljebb lépni. És ami itt az elképzelés, hogy két-három ilyen lakható, normális lakásszerűséget kialakítani itt, ezen a területen belül, és akkor az kvázi az a kiugró, hogy akkor ott van valaki, megnézi, hogy passzol a közösségbe, vagy béleti díjért, vagy felajánlás, munkafelajánlási, vagy ki lehet felállni ezeknek a részleteit már. És akkor nézzük meg, hogy működik, mennyire megy a vibe, mert nagyon sok olyan emberre, én meg aztán főleg, mert én olyan az attitűdöm, hogy így, mindenki, jaj, de szuper, meg jaj, de jó, és az első nap, meg egy hét, meg esetleg az ismerettség felszínenek a kapirgálása, addig jó, de aztán egy idő után, konkrétan vannak ilyen sztorik itt a társaságon belül, hogy oké, hát szeretjük, persze, hogy szeretjük, mert hogy ezt
illik mondani, meg mit tudom én, de úgy kúra nem akarok vele tényleg így húzamosabban közel lenni a valakinek a valakiére. Na mindegy, szóval ezek való sztorik, és az első nagy fellángolásra, persze, vegyétek, jaj, de fasza lesz, és akkor két hónap múlva kiderül, hogy nagyon nem stimmelnek az energiák, akkor, akkor azt csak magunkat daráljuk be. Ott volt két hónap. Meg a pol- Ez, amit most ki akarunk alapítani, ez a 70 körül. Ez a teletterületre volt az elkép. Itt nem, hát most, nem itt, itt, vagy most melyikről beszélsz, ami a mostani kialakításra? Már az eladósok, igen. Ja, az eladósok szintén nem, de így megint csak nagyságrendileg, hogy annak is függvénye, és pont ezért az egy ilyen... Hát én, az én vízióm az az, hogy már itt van egy ilyen kis, kis sejtecske él, ami itt van benne a területen belül, akár a közösségi kert is valamilyen szinten működik, és az is ki fogja adni, hogy szükségesen mondjuk 4000 négyzetméteres telekekbe gondolkodni, vagy hullafelesleges, mert az embernek a privát szférája és a privát dolgai bőven 1-2000 négyzetméter között bőven elférnek, mert vannak olyan közösségi dolgok, terek, amiket tényleg lehet használni. De valami ilyesmi gondolkodtunk, hogy azért tágos kellően nagy, mert ugye van miből gazdálkodni, Anna pedig ilyen kézműves, alkotó dolgok, tök szívesen csinálja ezeket a dolgokat, de abszolút konkrétan, tehát például volt ilyenről szó, nagyon ügyes, jó érzékkel újít fel ilyen régi kis butorokat, csak újrafestéssel, meg ilyesmi, tehát egy kis sima konyhaasztal, meg ilyen cuccok, és ilyen is terveztünk, hogy akkor valamit ezzel egy kis handcraft fa műhely, vagy fa dekoráló sztori. És földbépítésre mindenképpen most 325 amper van. Eleve a tervek miatt, amiket szeretnék, tehát ezt jártó függetlenül a folyamatos műhelyek, meg a saját életnek a dolgaihoz is kellhet nagyobb áram, illetve ugye napelembe is gondolkodunk, viszont most jött meg a múlt héten az EON-nak a levele, azon túl, hogy bazi drága, ilyen 5 millió körül lenne csak elvinni odáig a 386 csak a bejáratig, plusz áfa, és 2023 májusát mondták jelenlegi időpontnak. Csak azért mondom, mert az akár a tervezésben fontos lehet, hogy mivel lehet esetleg helyettesíteni, illetve ha bárkinek van olyan tippje, hogy hogyan lehet ezt meggyorsítani, mert ugye nyilván a többség képben van, hogy ráadásul 2023. január 1 az a határidő, amikor ha akkor még nem vagy rajta a rendszeren, akkor már havi elszámolásba tesznek és nem évesbe, ami nem tudom, hogy ki mennyire van képbe, de ami nyilván azt jelenti, hogy ha havonta elszámolás van, akkor télen veszed az EON-tól az áramot 44 forintért, nyáron meg visszaveszi tőle 12-ért. 20 kW-ról beszélünk, igaz körülbelül? Azt hiszem, hát ugye a hőszivattyúk, amiről beszéltünk, azok ilyen ami a betervezés alapján csinálna, az 16-17 kW eleve az, de nem tudom egyébként, hogy ki átszámolja, 380 amper áramerősséget akarunk, vagy árammennyiséget, mert hogy a gépeket meg azt kell, tehát hosszú távon, hogyha ide akarjuk hozni a műhelyet, akkor még az is alulról karcolja az okést. Voltam itt figyelem szempontjából, de hogy azért mondott így újakat, ahol módosítást igényelnem. Mire gondolsz? Hát, hogy itt az infóból, hogy mit képzelt el fesztiválra, meg Palinak az előadását végignézve, nagyon kis helyen van, nagyon sok minden, mert hogy kibe kultusta mind a kettőt. Itt hátul. Hát, hogy szerintem, bocsánat, de szerintem még a pasi kín sem volt a területen. Tehát, hogy látszik, hogy erre van kapacitás, és egyébként meg bejár dolgozni. Tehát, hogy annyira, ha az élelmiszer biztonságról beszélünk is róluk, akkor így nagyon-nagyon-nagyon, tényleg a zóna egy az ilyen nagyon közel. Az, amit mondott, és itt lent van. Én is pont ezt gondoltam, igen, mert hogy olyan, ami ott, ja. Hogy mi Magyarországában kell legyen, és az összes többi az azért jó, mert akkor az lehet talán regenerálós felület, és olyan dolgok, amihez mindenki nem kell, ami neki nem, neki nem viszont a tanulat, aki kell. A kis regisztráció, SketchUp. Ja, hogy ez ilyen próba verzió, vagy valami? Igen. Azt a pénzéges fajtájukat. Ja, egy lakvárosot is. Azon gondolkozom, hogy ebből, meg a tojásból. Illetve. Ez még nem volt meg. Igen, hát legalább megfog egy csomót a jószágokból.
Nem tudom, hogy van-e ehhez. Ja, ezt a Pali és a Nóra fogják ketten lezongorázni. És ha van bármi olyan kérdésetek a saját otthonatokkal kapcsolatban, vagy az, hogy egy kicsit rálátva-e felvéve azt a permási szemüveget, hogy hogy is élnétek az onzérótokba, a fizikai síkon, akkor most lesz itt az alkalom. És akkor az otthon tüze jellemezze a reggel. Aztán egy kicsit, ahogy megyünk bele, természetesen tervezhet. Ahogy csak tudtok, majdnem az egész nap ez lesz, és akkor egy-két, a csapat egy-két ilyen napról cseprő villanással majd segít nektek kizéteni a bula. Igen, persze. Támogatunk. Nagyon bizalmi állapotba kell kerülni, hogy én ezt megmerjek tenni. Hogy hol fejeztük be, meg hogy hol állunk most, meg hogy melyik irányba lehetne elindulni. Akkor gyorsan elmondom, hogy én hol fejeztem be. Úgy nézett ki az este, hogy itt volt a térkép. Igazából tök szép, jól néz ki, viszont még mindig el kell helyezzük magunkat a térben, hogy mit hova akarunk merre tenni. Iszonyú sok munka van ezzel, és hogy ez egy ilyen lehetetlenül sok, de hogy ezt utána beszéltem Istvánnal, és ebből az előadásból is azt vettem, hogy ne menjünk olyan mélyre, mert az lehetetlen. Hanem az kell, hogy egy megfelelő távlatból tervezzük, és ilyen, metze, ilyen lehet így, amit Orsinak is volt ilyen ötlete, hogy a ilyen kis rajzot a tóval, hogy azt az egy példát, amit hogy akarunk belemélyülni a tóba, azt nem kell így feltérképeni a tóunk, vagy mit tudom én, hanem van egy ilyen, az egy példa is. Szerintem még azért elég sokan nehézik az aktív térképre, szerintem ezt is kéne felelni, fel is kéne rakni. Én úgy bentem el tegnap aludni, egy kicsit, hogy sok minden van, amit
térképpel kapcsolatban nagyon bizonytalan vagyok, itt így a területen, tehát hogy megpróbáltam térben és időben is egy kicsit nagyobb távlatban ránézni erre a dologra, de nem segített, hanem inkább elbizonytalanított. De most próbálom ezt elengedni, mert hogy most már inkább tovább kéne rendülni ezen a dolgon, és próbálom belőle azt mondani, hogy az viszont jó, hogy legalább azt mondom, hogy tényleg ez a drónos színvonalas térkép, és hogy ha most meg lesz a jobb, meg kimegyünk esetleg a területre, azt beszéltük a Gáborral, akkor én azt terveztem, hogy akkor egyből neki elnék annak, hogy most már különösebb ilyen nagy gondolkozás nélkül megkeresni a legmagasabb pontot, legalacsonyabbat. Lekosztom színvonalat, tehát hogy kvázi ezt az ilyen favágott munkával neki esni, mert nekem ez a elképzelésem. A szektor térképhez még annyi, hogyha ti most így meteós adatokat gyűjtötök, hogy nekem az volt még hiányosság tegnap, hogy ezeket az adatokat, amiket a Dóra megküldött, hogy ezek hogy viszonyulnak a magyarországi átlaghoz, vagy a magyarországi szélsőségekhez. Mert amúgy úgy nagyjából ismerem ezt a klímát, de hogy ahhoz képest, amit én... Világos, akkor azt is... Aha. Jó. Mert tudom, hogy a 600-ban ahány milliméter csapadék az sok, de hogy az összes többi ilyen hőmérséket nem tudom, hogy ez most hol van ahhoz képest, amit én ismerek. Azt gyanús, hogy egy kicsit más, de jó lenne ezt látni. És ami még... Bocsánat. Fotózkál tegnap estére az, hogy jó lenne valahogy ezeket